Vasárnap megkezdődött a nagy hét, a húsvétra felkészítő nagybőjt utolsó időszaka. Virágvasárnap Jézus jeruzsálemi bevonulására emlékeztünk Karcagon is. Gulyás Zsolt érseki tanácsos hívek nélküli szent misét mutatott be, melyet Facebook oldalukon is élőben közvetít, és a Karcag TV-ben is látható lesz ma este. A virágvasárnap elnevezés a latin Dominica Palmarum, vagyis a pálma ágak vasárnapja kifejezésből származik, amely a Szent Mise előtti körmenetre utal. A katolikus egyházban a hagyományos virágvasárnapi Szent Mise a jeruzsálemi bevonulásra emlékeztető körmenettel kezdődik. A templom előtt összegyűlt hívek pálma ágakkal vagy barka ágakkal köszöntik a templomba bevonuló papot és kíséretét, arra emlékezve, ahogy egykor a Jeruzsálembe érkező Jézust ünnepelt a tömeg. Idén a koronavírus járvány miatt a körmenetek elmaradnak. Az ünnep másik elnevezése az Úr szenvedésének vasárnapja. A Szent Misén ugyanis már elhangzik Jézus szenvedés története, a passió. Kitértek arra, a virág vasárnappal kezdődő nagy hét az egyházi év leggazdagabb időszaka. Az egyház kifejezi hitét, hogy a dicsőséges bevonulása kezdete annak az eseménysornak, amely Jézus szenvedésével és halálával folytatódik, majd feltámadásával teljesedik be, elhozva számunkra megváltást, amely minden hívőben az örök élet reményét táplálja. Az idei virágvasárnap sajátos lehetőséget ad, hogy Jézus szenvedésének megünneplése különös módon erősítse meg bennünket a világjárvány idején.